Nagykanizsán hétfőtől már nem kell minden közterületen maszkot viselni. Fodor Csaba, az Éve frakció vezetője részletesen is beszámolt nekünk a kezdeményezésükről, amit Balog László polgármester tegnap el is fogadott. Ennek értelmében csak bizonyos helyeken kötelességünk maszkot hordani sokan kerestek meg bennünket az elmúlt időszakban. Hivatkoztak a Szomszéd vagy más városokra, ahol nem volt kötelező a közszeredeken a maszkviselése, és azt kérték tőlünk, hogy hogy vizsgáljuk meg mi is ezt a helyzetet, és ha lehet, járjunk el, hogy korlátozzuk csupán azokra a helyekre a maszkviselését, ahol valóban általában több ember találkozik, és ne legyen általánosan tiltó. Mi ezért megfogalmaztunk egy javaslatot, amit február 9-én meg is küldtünk a polgármester úrnak. Ebben az volt ben, hogy az óvodák, iskolák, oktatási intézmények, bölcsődék, egészségi intézmények, körzetében 15 méteren belül legyen kötelező a maszk, és természetesen buszmegállók, buszvárók, vasútállomások. És akkor megfősoroltuk pontosan, hogy mit hol kellene szerintünk a maszkviselést kötelezővé tenni, mindenhol máshol pedig lehetőséget kell biztosítani az embereknek arra, ha aki akar, természetesen hordja, de másokra pedig, aki nem akarja, az ne tegyük kötelezővé. Egyébként így jártak el a többi város is, már azok is, ahol szigorú maszisági szabályokat írtak elő, hasonlóan Nagy-Kanizsához, hogy ezen lazítottak, enyhítettek, ezen a kötelező szabályon. Beszélgettünk rendkívül sok emberrel, szakemberekkel is természetesen, akik azt mondták, hogy ez a fajta korlátozás is elegendő lehet annak érdekében, hogy ne terjedjen nagyon ez a járvány, bár hát ugye mostanáig azt mutatják, hogy sajnos ez emelkedni fog az új típusú koronavírusok miatt. Mi azt gondoljuk, hogy ma, legalábbis a szakemberek véleménye alapján, hogy ma ez a kérés indokolt volt, ez nem jelenti azt, hogy természetesen, ha a járványhelyzet megkívánja, akkor másfajta vagy hasonló szigorítások ne leállának szükségessé ismételten. Itt most akkor azt jelenti ez a javaslat, illetve a polgármester úr kifüggesztése, hogy hétfőtől nem kötelező a maszkviselés. Ez mennyiben könnyíti meg majd vajon az emberek életét? Nem tudom, először is megköszönöm a polgármester úrnak, hogy megfogadta a léve frakció kérdését és javaslatát. Ez egy eh, ritka pillanatok egyiket, tehát ez külön örömmel tölt el, hogy a polgármester belát, hogy mi is hogy mi is tudunk hasznosat és okosat mondani, amelyet, amelynek megfelelően meghozza a szükséges döntést. Azt gondoljuk és azt hisszük, hogy az emberek életében ez viszont eh, jelentős könnyebbséget jelent, vagy jelenthet, mert, mert hiszen tulajdonképpen a városlakóktól jöttek ezek a kérések felé, hogy ebben próbálj meg eljárni, próbálj meg segíteni, mert... Eh, az, tehát ott, ahol tényleg nincs senki, vagy egyedül megy az ember az utcán, vagy másodmagával éppen, vagy jön szemben valaki, megvan az a lehetőség, hogy a, a tisztes távolságból elkerüljék egymást, és az a lehetőség is megvan, hogy aki szeretné, azt meg fölteszi a maszkját. Vagy akkor, vagy, vagy már előtte. Tehát ez, ez egy, egy szabad döntés, az ember szabad döntésére van bízva. Mi azt gondoljuk, hogy a járvány terjedésének nem feltétlenül ez a legfontosabb gócpontja a köztöleti massz